Új részleggel bővült a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Teleki utcai idősek otthona. Ennek köszönhetően a demenciával küzdő időskorúak ápolásához is megfelelővé váltak a körülmények. Megújultak a szobák, sőt a felszerelések is, és itt pedig egy ilyen kis kiülő készítettek. Mindez a város költségvetéséből lett finanszírozva, ez egy ilyen 11 millió forintot jelentett. Mégpedig ez a demens betegeknek az ellátását szolgálja, mert azt tudnunk kell, hogy országszerte, és így Nagykanizsán is, egyre több a demenciának különböző fajtáival küzdő idős társainknak a száma. Az önkormányzat beruházása 15 demenciával küzdő időskorú ápolását teszi lehetővé. Eddig sajnos, akik ilyen kórképpel jelentkeztek, hiába volt nagykanizsai lakos, hiába volt orvosi igazolása, el kellett utasítanom az igényüket, mert nem tudtam őket biztonságban megőrizni a felügyelet. Tüket ellátni, és ők a megyében lévő más otthonokba kényszerültek nagykanizsai lakosként. Ez most annyiban tud változni, hogy nem kell a megye más városaiban elhelyezést kapniuk, hanem ez Nagykanizsán, ahol ők laknak, megoldható lesz. Balog László, a Humánbizottság elnöke a Híradónak elmondta, hogy a bővítéseknek köszönhetően szinten tartható, sőt, akár javulhat is a demens gond életminősége. Látszólag számukra a tér és az idő, mármint a demensek számára a tér és az idő megváltozik. Összeszűkül vagy kitágul? Mindenképpen összezavarodik, de érdekes módon az általuk észlelt téridőben is vannak még örömök, örömforrások. És nekünk, mint talán egészséges embertársaknak kötelességünk a város nevében és által is, hogy az ő életminőségüket még amennyire lehet, fenntartsuk. A demencia egy gyűjtő fogalom, amely olyan területeket foglal magába, melyek hátterében különböző betegségek állhatnak. A demencia majdnem mindig a 60. életév után kezdődik, így az időskori pszichiátriai zavarok közé tartozik.